Minden eddiginél több csapat, finomabbnál finomabb disznótoros ételek, koncertek, kiváló hangulat. Harmadik alkalommal rendezték meg a múlt hétvégén a Nemesgörzsönyi Böllér Fesztivált. Idén a Mórágyi Táncosok csapata bizonyult a legjobbnak, ők vihették haza a Nemesgörzsöny Böllére címet, de természetesen díjazták a legjobb kolbászt, sonkát és a legszebb portát is. A visítástól vigadásig tartó rendezvény tombola sorsolással és koncertekkel zárult. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full. Fogó pálinka, pörzsölés, aprítás, sült vér. Így indult a reggel a Görzsönyi Böllér Fesztiválon. Idén minden eddiginél több, 17 csapat nevezett, hogy hurkát, kolbászt és mindenféle finomságot készítsenek a nap folyamán. Most azt vettük észre, hogy egyre jobban kihasználjuk azt a helyet, ami rendelkezésre áll. Van még helyünk, de az látható, hogy bővültünk a tavalyi évhez képest. Idén már egy hiá 20 disznó kerül feláldozásra a különböző örömök oltárán, hisz azért itt a csapatok meglehetősen széles skáláját vonultatják fel a malackodásnak, a disznótori hagyományoknak. Elképesztő, hogy mennyi mindent tanulnak egymástól, esnek el egymástól. Ugye a standok egyre szebbek, láthatóan egyre több gondot fordítanak arra, hogy egymást übereljék, hisz azért ezt is pontozza a zsűri, és hát emellett természetesen mindig az alapot azért az étkek, illetve a fogópálinka adja. És hát azt kell mondani, hogy az előző években idén is kirukkoltak a csapatok, nagyon finom étkeket és nagyon finom pálinkákat szolgáltak, de nyilván a zsűri majd aztán valamilyen nagyon nehéz döntés alapján hoz valami eredményt ki a végén. És ez azt jelenti, hogy akkor nincs megállás? Hát bízunk benne, hogyha ilyen lelkesedéssel jönnek a csapatok, és továbbra is az érdeklődők ilyen nagy számban fordulnak felénk, akkor jövőre is, hogyha van rá lehetőség, akkor meg fogjuk rendezni ezt az eseményt. Bízunk benne, hogy jövőre is, ahogyan az elmúlt években is az időjárás kegyes lesz hozzánk, és azért jó időnk van. Nincs nagyon hideg, nem esik a hó és az eső, úgyhogy az égiek is úgy nézem támogatják ezt a rendezvényt. Minden évben meghívott vendégek is vannak a rendezvényen. Idén Szentegyháza csapata tette tiszteletét a Böllér Fesztiválon. A rendezvény egy jó alkalom arra, hogy a Kárpát-medence különböző pontjairól próbáljunk meg csapatokat idehozni, hisz azért akárhogy is veszük, ahogy távolodunk kis szülőfalunktól, egyre több érdekességet, egyre több új hagyományt tudunk megismerni, és idén Szentegyháza tisztelt meg bennünket azzal, hogy eljött erre a rendezvényre. Tudni kell, hogy ott egy nagyon komoly huszár egyesület van, egyébként huszár ruhában vannak most már így délután, ezzel is emelik a rendezvénynek a fényét, és hát ők egyébként vágtak is disznót, ők még szalmával pörzsölték, tehát teljesen új szint hoztak ilyen formában is a rendezvénybe, és hát egyébként a különböző korábban meghívott csapatok közül is többen járnak vissza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Békés megyéből is vannak itt, Tolna megyéből, tehát most elmondhatjuk, hogy már egy eléggé széles spektrumon mozog a résztvevő csapatoknak a száma, a vendégeinknek a köre, és hát lehet ezt még tovább bővíteni. Így elsőként a Szentegyházi portát kerestük fel. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai és feleségei igazi erdélyi különlegességekkel készültek. A mai napon jó korán ébredtünk, aztán kijöttünk, már 5 órakor lobogott a vízünk, mivel hogy mi hagyományosan készítsük a disznóvágást. Aztán a lobogóvíz meg a teknőbe megferesszük, azért ne legyen mocskos. Aztán szalma, lánga, megpörköltük. Most már hála jó Istennek készen van az egész lemózsia. Ezek az erdélyi ízek, mi ugyanúgy készítsük, ahogyan odahaza. Tehát piros kolbászt nem készítünk, mivel hogy nem szokás. De viszont az ízek azok jók. Azt láttuk korábban, hogy varták is a húst. Malackárnak hívják. Ez a cigán pecsenye húsába készül, tehát az a hús, ami a has szalona fölött van, az levevődik, abból készül 2 ügyes malacka, és az egy cigán pecsenye, de az megaválódik. Az, mikor karikára vágják, egy legjobb falat, legalábbis nekünk, aztán majd kóstolják meg, és eldöntik. Mi az, ami mondjuk itt a többi csapatnál biztosan nem lesz megtalálható? Hát például van egy olyan reggelink, hogy úgy hívják, hogy hecsi-pecsi. Az a
meleg húsból készül, és nem tevődik tehát az edény alá sem olaj, se zsír, semmi, csak a hús magába megkészül fűszérrel, ami nem tartalmaz egyebet, mint só, bors és egy pici fokhagyma, és még a puliszka, az, amit nem igazán ismer mindenki, mert puliszkával használjuk mi. De van nekünk házi kenyerünk is, azt is hoztuk oda, szóval kemencés kenyér. Tehát ez az, ami esetleg itt nem kapódik meg, az, hogy ezért is várunk mindenkit. Szintén első alkalommal vett részt a Böllér Fesztiválon a Mórágyi Német Nemzetiségű Tánccsoport, akik sváb hagyományok szerint készítették a disznótoros finomságokat. A Sauers vagy Pri, aki ahogy nevezi, egy ilyen svábos étel, ami belsőségekből, húsokból készül. Illetve hogyha reméljük, hogy elkészül a burgonyás kolbász, ami ugye ugyanolyan, mint a másik kolbász, éppen földburgonya van bele darálva, ilyen egyharmad arányba, de svábos étel. A néptánc együttes, akkor az azt jelenti, hogy nagyon összeszokott csapatról van szó. A táncban igen. Igen, disznót még soha nem vágtunk együtt, ez az első alkalom, mindenki csinálta otthon már házi körülmények között, de így együtt még soha nem. Igazi kis házi kóvá varázsolták portájukat a pápai feltörekvők, akik egy baráti társaságként érkeztek, és először vettek részt a fesztiválon. Csináltunk hát minden, amit ugye ilyenkor szokás, ugye kezdődik a májjal, ugye a resztelt máj, ugye a pecsenye, ami sül már, közben ugye csináljuk a kolbászt, hurkát töltünk, tehát ugye, ahogy a folyamat diktálja. Mitől lesz különleges a pápai feltörekvők kínálata? Hát igazából olyan nagy különlegességgel, hát inkább némileg ilyen házi recepttel készültünk, tehát maga a kolbásznak az ízesítése, illetve a hurkának az ízesítése. A pecsenye az a kis hagyományos ízesítéssel, tehát fokhagymás, illetve magában sózott variációba történik. Hogy nézem, a porta is nagyon nagy gonddal készült. Hogyne, tehát mi ezen egy napot dolgoztunk, mire ugye elkészítettük, hát mindenki hozzáadta a kis magáét, ki ezt hozta, ki azt hozta. Van köztünk festő is, úgyhogy ő is próbálta beleadni a kis energiáját. Én úgy érzem, hogy azért sikerült az elképzelésünket megvalósítani, nem kis energiával hozzáteszem. Természetesen az újoncok mellett gyakorlott csapatokkal is találkoztunk. A tűzoltóság csapata minden évben böllérkést majd fakanalat ragad, és igazi finomságokkal lepik meg a zsűrit és a közönséget. Milyen különlegesség készül egyrészt reggelire, illetve a délutáni bírálásra? Reggelire készítettünk egy kis böllérmájat. A nagy része elfogyott, kis kóstoló még maradt a vendégeknek. Meg hát reggelire ugye az előző disznóvágásokból hurka, kolbász, esetlegesen szalonna és sonka van felszelve, ki mi szeret. Délutánra csinálunk egy kis pecsenyét, ugye mindenkinek legjobb kedvence ilyenkor a pecsenye, és ami még java része lesz, ugye a hurka, kolbász, frissen sütve. Hát még hogyha egy kis kolbász maradék marad, akkor lesz egy kis besevelő is, meg megmentettük a velőt is az ínyencek kedvére. 2017-ben a Nemes Görzsöny Böllére címet a Malomsoki Malackodók csapata vihette haza. Most ismét körülnéztünk a csapat házatáján, hogy tavalyi győztesként miként készülnek a címvédésre. Az idén is szerintem a legjobb formánkat igyekszünk hozni. Új étrenddel jöttünk, a böllérünk ugyanaz, a csapatunk ugyanaz, két fővel kiegészülve. Azt gondolom, mindent megteszünk azért, hogy megvédjük a címünket. Az idén májalevest főzött a főszakácsnőnk, vagyis főz, mert még készül, úgyhogy májaleves lesz. Ja, és reggelire velőspiritós volt a reggeli, és ebédre meg az új menü, de ezen kívül természetesen a hagyományosak, tehát a toroskáboszta, a véres hurka, a sült kolbász, tehát minden megtalálható a portánkon. Szerintem nagyon sokrétűek vagyunk, mert a reggelire a vér, a sült vér, tehát igyekszünk mindenből egy nagyon picit megkínálni a közönséget, hogy mégis ezeket a hazai ízeket érezzék. És hogy hogyan is készül a májaleves? Megvan vöröshagyma dinsztelve, illetve az aprított zöldségek egy kis zsíron, ebbe beletesszük a rántást, piros paprikával megszórjuk, felengedjük vízzel, két nagy húsos csont megfől a levesbe, fűszerezve van, a tárkony adja meg azt a nagyon finom, majd jellegzetes ízét, illetve
a végén a májat vékony szeletekre szeljük és belekeverjük a levesbe. Természetesen visszanéztünk a csapathoz, mikor már elkészült a leves, és ahogy hallhattuk, nagy sikere volt. Ennek nagy hagyománya van állítólag disznőlésekkor, de hát most kóstoltuk meg, de isteni finom. Régi étel. Önök szoktak-e otthon disznót vágni, akár most, akár korábban? Hát én most már kiöregettem, de régen igen. Igen, rendszeresen, sőt, sok disznót vágtunk. Csak éppen a májleves nem, a tóros káposztát, az egyéb, a pirított májat, disznőlés kezdetén a tóros káposztát, pecsenyét, hurkát, kalbászt, ez mind megment, de hát most azért jöttünk el, osztalgiázzunk egyet. Persze helyi csapat is képviseltette magát, a polgárőrség mellett a görzsönyi fiatalok is elindultak a versenyen. 10 fő nevezett, plusz a segédek. Az volt a koncepciónk, hogy az eddig években nem volt egy kimondottan görzsönyi csapat, mi szerettünk volna egy olyan, aki csak görzsönyekből áll össze. Hát végülis nekünk se jött össze, mert két idegen légiós úgymond hozzánk igazolt, de nagyon jó, nagyon összeszokott csapat vagyunk már. Hétvégente is, mondjuk a faluban van valami diszon, és mindig együtt veszünk részt, de gondoltuk, itt is kipróbáljuk magunkat. Mi a hagyományokra törekedtünk, a régi tradíciókra. Ha körbenézünk a csapatok között, is látjuk is talán, hogy nálunk vannak a leghagyományosabb, legrégibb eszközök. Nekünk ez volt az elképzelésünk, hogy mi az igazi hagyományos falusi disznóléseket szeretnénk visszahozni. És mivel várjátok a vendégeket, illetve a zsűrit? Reggelire vártuk körülbelül 5-6 fajta kolbásszal, ez vegyítve volt őszdisznó kolbász, szarvasdisznó, birkadisznó, többféle kolbásszal vártuk őket. A zsűrit pedig majd a főételnek toros káposztával várjuk, valamint ugye az előjött hurkával és kolbásszal. A győri fegyver és biztonsági őrök csapata is az újoncok között volt. Most jelenleg cicegét sütött az egyik kollégánk, a hurka már folyamatban van készül, a kolbászt megtöltöttük. A cicegére még kell várnunk egy kicsit a kóstolással, de hát reméljük az is jól fog sikerülni. Többi formázott csonka ott lóg fönn a rendfán, szalonna itt van, úgyhogy most már várjuk a zsűrit. Mennyire összeszokott a csapat? Hát az első, nagyon az első, nem összeszokott csapat. Akkor reggel óta azért hogy ment a munka? Hát folyamatában megy, pálinka fogy, baj nem lehet. Milyen recept alapján dolgoznak? Hagyományos recept alapján dolgozunk, úgyhogy mint a nagymamáink, anyáink, amit használtak, mi is azt használjuk. Németh Attila, a versenyszervezője, egész nap a portákat járta és figyelte, felügyelte a munka folyamatokat. Kora reggel óta zajlik itt a verseny, eddig minden úgy történt, ahogy tervezték? Igen, igen, eddig minden az elvárásoknak megfelelően alakul. Minden sertés, ami elhalálozásra volt ítélve, elhalálozott szakszerű módon. A csapatok teljesítik a rájuk hárult feladatokat. Én személy szerint nagyon elégedett vagyok mindenkivel. Ugye körbe járt már itt a csapatoknál, mi az, amit látott? Nagy precizitást látok mindenkinél, úgy látom, hogy mindenki győzni akar, mindenki az első helyért jött, ugyanakkor nagyon jó a kedv minden egyes csapatnál. Ehhez mérten fogy a pálinka is, vagy inkább a jókedv alakul a pálinka fogyáshoz, mérten nem tudom ezt megállapítani. A lényeg, hogy fergeteges a hangulat. Volt valami különlegesség eddig, amit észrevett? A sertések elkábítása és kivéreztetése során volt egy-két különlegesség, mondhatnánk technikai malőr, orzószakadás, malac félig elfutás, úgyhogy voltak érdekességek, igen. És ilyen szempontból inkább valami pozitívum? Minden pozitívum, ami a mai nap történik. Én azt gondolnám, hogy a korábbi években is ezt el szoktam mondani. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk, a régi barátságokat ápoljuk, illetve mindig születnek újabb barátságok, és ez a legfontosabb. Az ünnepélyes megnyitón Tatai László polgármester és dr. Kovács Zoltán államtitkár országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. Minden, ami a népi hagyományhoz, a disznőöléshez kötődik, az itt ma látható és tapasztalható. Mondhatnám azt is, hogy test közelből. Ma nagyon sok település feleleveníti a közösségi disznóvágás hagyományait, hiszen ez egy falusi ünnep volt. A disznóvágás az a egész éves munka eredményének a learatása, hogy ezt a szót használjam, és ilyenkor ünnepre gyűlt az egész család, távolabbi, közelebbi rokonok, szomszédok, és ennek a felelevenítése, a fiatalok számára történő átörökítése fontos mindannyiunk számára. A rendezvény fővédnöke, dr. Hende Csaba, az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, a hagyományok megtartását hangsúlyozta köszöntőjében. A disznóölés amúgy valóban egy családi ünnep, de többennél egy hagyomány, egy megtartó, egy éltető tradíció.
azok a hagyományos ízek, amelyeket ilyenkor kóstolunk, eszünkbe juttatják az előttünk járt generációkat. És eszünkbe jut az is, hogy ami jó volt az apánknak, meg a nagyapánknak, az jó lesz nekünk is, meg a fiunknak, meg az unokánknak is. Délutánra aztán elkészült a hurka, kolbász és tonos káposzta. Rengetegen érkeztek a portákra kóstolni. Mit kóstolnak és hogy ízlik? Ó, nagyon finom. Tonos káposztát fogyasztok. Nagyon finom. Malmusokiak csinálták. Isteni finom. Önök szoktak-e otthon disznót vágni? Igen, igen. És mit készítenek? Hát mind ilyen házias ételeket, hurka, kolbász, disznósajt, mindenféle finomságot. Láttak-e itt esetleg valamit, amit mondjuk egy következő alkalommal elkészítenének? Hát igen, voltak itt, látni körben néztünk, már reggel óta, 10 óra óta itt vagyunk. Elég sok érdekességet láttunk. Ízekben kóstolgattunk, különleges, minden egyes csapatnál mások az ízek, zamatok, háziassak. Szóval ahány fal, annyi szokás, itt is úgy látszik, hogy itt is kidomborodott. A disznósok akciócsoport ételeinek is nagy sikere volt. Disznósok akciócsoportnál fogyasztottunk egész nap sült májat, csülköt, most hurkát, kolbászt, hogy nagyon finom, ízletes, jó volt a program, úgyhogy jól érezzük magunkat. A Bede Róbert mesterszakács vezette zsűrinek nem volt könnyű dolga, még a 17 csapat finomabbnál finomabb ételeit végigkóstolta. Akkor tavaly, amikor beszéltünk, hogy milyen jó tanácsot adna idénre, akkor az egyik az volt, hogy legyenek többen, ez sikerült is a csapatoknak, másik pedig az volt, hogy merjenek a hagyományos ízekhez nyúlni, illetve hogy fűszerezzenek, bevált-e ez idén? Persze, hogy bevált. Tehát az első az mindenképpen bevált, tehát többen vannak, és szerintem az időjárás megint egy kicsit kegyeibe fogadta a Nemes-Görzsényi Böllér Fesztivált, hiszen jó hűvös van hűvösen, de pont annyira van hűvös, amennyire ilyenkor lenni kell. Tehát elég szép számmal jelentek meg érdeklődők is, nagyon színvonalasak, nagyon jók a színpadi programok, úgyhogy sokan vannak, az bejött. Aztán bejött az is, hogy próbáljanak egy picit visszanyúlni az ízesebb ételekhez, a hagyományokhoz, próbáljanak bátran fűszerezni, és ugyan a só az egy ízesítő anyag, és nem fűszernek minősül, tehát ezt mindig szigorúan elmondjuk szakmailag, hogy a sóval ízesítünk, és nem fűszerezünk. A sóhoz is egy picit bátrabban nyúltak, de nem bántóan bátran. Tehát az a lényeg, hogy ízesek az ételek, és minden jó fesztiválnál itt is látszik a folyamatos fejlődés. Mondhatom ezt azért is, szerintem most harmadszor vagyok pont itt Nemes-Görzsönyben, és nagyon bízom, hogy negyedszer jövőre is el tudok jönni. Igen, fejlődik a színvonal, fejlődik a minőség, és egyre többen lesznek. Abból kellett dolgozni a régi paraszti hagyományok szerint is, abból kellett dolgozni, ami van, és abból kellett jót készíteni. Megvan az a 8-10-12 féle étel, amit általában egy ilyen eseménykor elkészítenek, és az mindig finom. Nyilván hurkán belül készítenek zsemlével hurkát, véres hurkát készítenek rizssel, de olyan nagyon-nagyon nagy szórás nincsen. Tehát adott ilyenkor a savanyú káposzta, ugye nem csak az időjárás, hanem maga az alapanyag is predesztinálja az elkészítő embereket, a szakács embereket, a böllér embereket, hogy milyen ízeket rakjanak össze. Én nem szeretem, hogyha egy étel túl van fűszerezve. De találkoztunk itt egy olyan étellel, mondta a hölgy, hogy 80 éves szakácskönyvből egy recept, és kelkáposzta volt benne, és igen, megjelent végre a kelkáposzta. Kérem szépen, a sok savanyú káposzta mellett itt Nemes-Görzsönybe. Nagyon-nagyon különleges ételekkel lehet találkozni. És akkor jövőre is mi a jó tanács? Na most majdnem meglettem fogva, pedig általában azt szoktam mondani, hogy tudok én mindenre válaszolni. Hát a jó tanácsom az most maradjon ugyanaz, hogy jöjjünk el minél többen természetesen ide Nemes-Görzsönybe, a negyedik jövőre, már a negyedik Böllér Fesztiválra, és én azt mondom, hogy ápoljuk a hagyományainkat. Ne keressünk újakat, és ne akarjunk reformételeket készíteni egy Böllér Fesztiválon. Ne, Böllér Fesztiválon készítsünk disznóból finom ételeket. Minden csapat nagy izgalommal várta az eredményhirdetést. Rengeteg kategóriában díjazták a csapatokat, köztük a legszebb portadíját a pápai feltörekvők vihették haza, a legjobb hurka a malomsoki malackodóké lett, idén pedig Nemes-Görzsöny böllére címet a Mórágyi táncosok érdemelték ki. A hagyományokhoz hű ízek varázsát megpróbáltuk előhozni a régmúltból, ezek szerint sikerült is. Ennek köszönhető, hogy remélhetőleg nyertünk. Estére természetesen kiürültek a kontérok, elfogytak a kóstolók. A visítástól vigadásig tartó rendezvény koncertekkel és mulatozással zárult.
Nyugalmat sugárzó tájképek, szépen komponált csendéletek, városrészletek, hagyományokat tükröző életképek kaptak helyet a Jókai Mór Művelődés és Szabadidőközpont színház épületében nyílt kiállításon. Szűd Zoltán a Vajda Márta iskola tanára, Tapolca fő után most Pápán is megmutatja utóbbi években készült festményeit. A tárlatot Molnár László nyitotta meg. Szűcs Zoltán gyógypedagógus, festő 25 évvel ezelőtt kezdett el alkotással foglalkozni. A képzőművészet mindig is érdekelte, de eleinte csak a diákjainak tartott kreatív szakkört, aztán ő is ecsetet ragadott, és azóta fest. Gyógypedagógus vagyok, és ezen belül inkább a rajzhoz, a művészetekhez vonzódom. Zenével is foglalkozom. Úgy adódott, hogy ezekbe búvárkodtam bele magamat, és az iskolavezetés is ezt látta, hogy akkor jobban inkább ilyen tantárgyakat tanítsak elsősorban. Az alkotások kezdete a 80-as évek elejére tehető, 83 körül. Az iskolában rajzszakkört vezettem, és magam is elkezdtem alkotni. Elsősorban tájképeket, illetve később alakos kompozíciókat. Mi ragadta meg a képzőművészetben? Hát én az örömet szeretem kifejezni, és az alkotásaimban is arra törekszem, hogy örömet, derült fejezzek ki, és a színek, az élénk színek. Ez a kettő ragadott meg. Szűcs Zoltán autodidakta módon képezte és képzi magát ma is. Mostani időkben már egyre könnyebb ugye az internet világában, de abban az időben is nagyon sok művészeti könyv jelent már meg, kiállításokra eljár az ember is, megpróbálja azoktól az alkotóktól esetleg műveket másolni, amelyeknek a technikája tetszik, és akkor így szépen majd kialakul. Melyik irányzat áll közel önhöz? Hozzám az impresszionista, illetve a posztimpresszionista irányzat áll közelebb, Monet, Renoir és a többiek. Miért épp ez a világ ragadta meg? Hát nem tudom, talán a fény viszonyok miatt, és ők is a munkáikkal az örömet fejezik ki, és ez nagyon sokszínűen lehet ezt megvalósítani. A kiállításon láthatók a 80-as évek végén festett képek, de az utóbbi esztendőkben készült alkotások is. Nagyobb része olajfestmény, illetve most az elmúlt fél évéhez képest hoztam sok pasztelképet is, pici pasztelképet, illetve három kültéri alkotás, úgynevezett szobortervet is készítettem. Ez még az elmúlt tíz éve egy körforgalom pályázatra adtam be őket, és mondom, talán elhozom őket, hát ha valakiben felébreszt valamit. Szűcs Zoltánnak ez az ötödik önálló tárlata. Kollégája, Molnár László, a Munkácsi Mihály iskola tanára ajánlotta az érteklődők figyelmébe a kiállítást. A festéssel örömteli megismételhetetlen pillanatok visszaadására törekszik. Tájképeim az évszakok és a napszakok ezernyi, változó fényviszonyaiban a fürdő táját ábrázolja, belül rácsodálkozással. Alapos kompozícióban elsősorban a népi élet és a néphagyományok meghitt ünnepi és vidám hangulatának képeit láthatja. Munkája ismerésé 2001-ben Hart-díjban, 2002-ben Cserhát emlékdíjban, 2003-ban és 2004-ben Népművészeti díjban részesült. Már volt kiállítás nálunk a Munkácsiban is, amit közösen rendeztünk, készítettünk, raktunk fel a falra. Igazából úgy gondolom, hogy egy alkotó művészember, aki tulajdonképpen kolléga, úgy lehet igazán megismerni, hogy együtt készítünk egy kiállítást. Így régi az ismerettség, ismerősek a képei, ismerős a stílus, amelyik kiforrott. Nekem különösen a vizeket ábrázoló képek tetszenek. Talán azért, mert én is vízhez kötöző ember vagyok, időnként vitorlázni szoktam, és a képeiből időnként hallom a hullámokkal csopogását. Emlékeztet egyik másik képe Degas képeire, de hát ezek nem Degas képek, ezek a Zoltán képei, és nagyon jók.
A megnyitón két Szűcs Zoltán grafikát is kisorsoltak a jelenlevők közt. A kiállítás március 29-éig tekinthető meg a színház épületben. Ismét pletykáltak egy jót az SK társulat tagjai. 6 év után újra színre vitték első darabjukat, mely 2012-ben és most is nagy siker volt. Neil Simon krimi vígjátéka a Pletyka minden szereplőnek jó lehetőséget kínált, hogy megcsillantsa színészi képességeit. A társulat azt ígérte, hogy az új feldolgozás kicsit más lesz, mint az első, és ez így is volt. Az évek jót tettek az előadásnak, érettebb, kidolgozottabb játékot láthattak a nézők. Azt hittem, hogy a fejét lőtte át, és nem a fülét. Légy szíves, törzs nekem egy dupla vodkát, Charlie, ott hagytam a zuhany alatt. Jó, ne fulladd, a te telefonálsz! Nem igaz, hogy sehonnan nem tudunk elkésni. A büdös életben soha nem késtünk el még sehonnan. Akkor más nyakába szakadt volna az egész. Jött még valaki? Mit gondolsz? Körkorcsoljával közlekedem, ott vagyok az ajtónál! Jó, nyugalom, ezek csak azban ismerőség közül lehet valaki örni, vagy... Trent, őket viszont be kell engedni, nekem viszont vissza kell mennem Sárlót, be kell kötöznöm, meg kell szárogatnom, addig nagyon szépen kérlek, hogy tartsd őket szóval. Ma van a házassági évfordulójuk, a 10 éves házassági évfordulójuk. Elhívják a barátaiknak, hogy együtt ünnepeljenek velük. A felesége elmegy hazul, meg fülöllői magát. És ezek után azt akarod, hogy tartsam őket szóval. Figyelj, az öngyilkossági kísérlet büntetendő cselekmény, nem beszélve arról, hogy mekkora botrány, hogyha kiderül. Charlie New York város alpolgármestere, nem beszélve arról, hogy a legjobb barátod. Hát csak kötelességem segíteni neki, nem? Nagyon szépen kérlek, néhány perc elejét gázd el a háziasszony szerepét. Honnan jött az ötlet, hogy ismét színre vigyétek a Pletykát? Először is az volt az első nagy siker. Második, hogy a társulat 5 éves születésnapját ünnepli. Aztán a másik meg az, hogy nagyon szeretjük magát a darabot. És hát ugye most volt egy-két olyan kamara előadásunk, amiben mindenki nem vett részt, mindenki nem szerepelt, és ezért is gondoltuk, hogy legyen egy olyan, amiben az egész társulat színen van. És azért jó egyébként ez az előadás, vagy ez a színdarab, mert úgy arányában mindenki hasonló nagyságrenddel van a színpadon, tehát nem az van, hogy van egy főszereplő, és akkor a többiek mellék, hanem mindenki kiveszi a részét a játékból. Miért nem mondjuk el neki? Előbb-utóbb úgyis megtudják. Azért, mert mi se tudjuk, hogy mi történt. Charlie mindig össze-vissza motyog. Egyébként most menjél fel hozzá te. Egy nőre van szüksége. Milyen értelemben? Hogy jól kisírhassa magát. Én ugyanis csak észérveket tudok felsorakoznatni, de kénytelen vagyok megvigasztalni. Nagyon szépen kérlek, néhány perc erejéig engem, hogy fokogjon a válladon. Ja, remélem már nem érzik, mert ez a ruha 1200 dollárba kerül. Milyen volt elővenni és leporolni? Sokat változtattál a karaktereden? Hát biztos, bár ezt a nézők tudnák megmondani igazából. Próbáltunk mindenkinek valami minimális újdonságot adni. Azért a darab nem nagyon engedi azt, hogy olyan nagyon-nagyon változtassunk, de talán egy kicsit a rutin már hozott annyit, hogy másként játszunk ki poénokat, másképpen poénírozunk. Tehát igazából mindenki tett hozzá egy picit. Tehát biztos, hogy változott az 5-6 év alatt, azért változott a hozzáállásunk. Claire mondta már, mi történt? Valami barom kitépett a garázsból, egyenesen bele az oldalamba, most mind a négy ajtó ugyanott van. És hogy van a nyakad? Teljesen kinyúlt és eltekeredett, olyan vagyok, mint egy Modigliani kép. Itt van az ajándék. Eredeti Steinbeck-listár. Valakitől kapnak egy üveg ragasztót, még egész jó ajándék lehet belőle. Az a vadonati álló szép autó. Emberi kéz még nem is érintette. Német asszonyok a lehetőket fényesítették itt a távoli Münchenben, és intézkedik egy háborús emlékmű. Sokkal jobb volt, mint
hat évvel ezelőtt. Miért? Hát azért, mert tanultunk azokból a hibákból, amit ugye az volt az első darabunk, az első előadás, és ezeket most úgy megpróbáltuk kijavítani. Figyeltünk sok-sok mindenre, amit hát annak idején mondtak a társaink, illetve hát a közönség, és most erre odafigyeltünk. Meg valahogy felszabadultabb volt már ez az egész. Ugye már több darabot játszottunk, és jó volt játszani. Összeszokott a társaság, tehát már nem kifele játszottunk, hanem tényleg itt voltunk a színpadon és egymással. Mindenfélét beszélnek Csátiról, és jaj, gyere át a másik oldalokra, nem tudom forgatni a fejem. Igen? Mindenfélét beszélnek Csárliról és Júliáról, de senki nem meri a szemembe mondani, mert tudják, hogy meg se hallanám. Adon, én biztos, hogy meghallom. Miért akarsz rosszakat hallani a legjobb barátainkkal? Csárli nem csak a haverom, nem csak az adóügyeit intézett, de a magánügyeit is. Mondd el, mi a plecska. Na. Hát jó. Te? Igen? Júlia barátnéd, na? Igen? Van. Igen? Egy kis... Igen? Ügyecskéje. Milyen? Egy ügyecskéje. Valamit csinál valakivel, aki nem Charlie. Egy fickóval, egy manussal, egy pasassal, egy szerelmi. Hát ezt te nem tudhatod biztosan. Nem láttad, csak úgy hallottad. Persze, hogy nem láttam. Majd odahívnak, mikor ez történik. Nem tudom, mi ütött belé. Majd lenni, tér kézhez. Júliának nincs semmiféle viszonya senkivel. Ezzel szemben, ha te Charlie barátod, egy vagyont költ hotelszobákra. Charlie? Az én barátom Charlie, hát ez lehetetlen. Hát rá se nézne másnő. Mi a különbség a régi és a mai pletyka közt? A régiben a szövegbeli poénokból indultunk ki, és ahhoz próbáltuk egy kicsit a mozgást igazítani, tehát a játékot. Most pedig, sok év elteltével, most már egy kicsit rutinosabban nem a szöveghez ragaszkodunk leginkább, hanem inkább a játék a fő, és amit a játék ad, tehát ami ebből következik, a mozdulatokból, a mozgásból, az egymásra nézésekből, ez jelenhet meg szövegben. Természetesen azért valamilyen fokon ragaszkodni kell az eredetihez, hiszen szöveget rögtönözni a színpadon mindig nagyon veszélyes. Volt rögtönzés? Nem. Egy pici. Jaj, de cuki! Csak nem! Csárnak és Júliának hoztad ajándékba. Nem, a derekam miatt hoztam, mert kiment öltözködés közben. Jaj, de szegény cuki! Ez az állandó derékfájás szörnyű lehet. Szóra sem érdemes, csak leülni és felállni nem tudok. De mondd csak, Lenny, tiéd az a BMW-t a... Baron, kicsit meghajtottad itt két nap alatt. Valami baron. Kitört a garázsba, egyesen bele az oldalba. Úgy megrántottam a nyakam, hogy csillagokat látom. Ó, nekem is ment már ki a nyakam. Én is nagyon megrántottam. Volt egy barátnőm, akinek hat évig tartom. Atya úristen. Mi volt benne? Staj meg, Kristály. Jézusom, nem nézd el, annyira sajnálom. Sajnálom, majd, drágám, majd én, majd veszünk helyet egy másikat. Hát ragaszkodtok hozzá. Milyen volt a pletyka? Húzós volt, meredek volt, izgalmas volt, de megvolt. Elégedett vagy? Igen, igen, hát várakozásokat felülmúlta, mert azért a próba folyamatok nagyon nehézkesek voltak, ennyi embert nagyon nehezen lehetett összeszedni, de azért mindenki a helyére tette önmagát, úgy látszott. Te hogy érezted magad? Ugye új partnert kaptál erre a mostani pletykára. Igen, ő egy más Örni volt, mint a gosztalapista volt. Ő egy kicsit szétszórtabb, igazi pszichológust alakított, és próbáltam hozzá idomulni. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam, jobban éreztem magam, mint az 5 évvel ezelőttibe. Talán egy kicsit felszabadultabbak is voltunk, és tényleg úgy ránk érik a szerep most már. Nem tudom, hogy leszek képes végig csinálni ezt az egészet. Mindenki tudja, mi folyik. Ezek mind a te barátaid. És én még úgy tegyek, mintha semmi nem történne. De hát semmi nem történik. Hú, ne gyere nekem a kibaszott hazugságaidat! Az egész rohadt város tud rólad meg arról a kis rüféről. Az a kis rüfke bent van a Demokrata Választási Bizottságban. Különben is kétszer találkoztam vele, két koktélparti vele meg a férjével. Két koktélparti. De azt hiszed, hülye vagy? Nem. Azt hiszed, hogy vak vagyok? Nem. Azt hiszed, de nem tudom, mi folyik a hátam mögött. Igen.
Igen, mert nem tudhatok. Hát ő mondok én neked valamit, Glenn. Figyelsz rá! Csukba fül vagyok. Már egy éve tudok rólad, mert Carol Newmerről! Az azért érdekes, drágám, mert csupán 4 hónapja ismerem, és nagyon szépen megkérem, ne beszélj hangosan, nem akarom, hogy a személyzet meghallani fog. Ez egy más történet volt, hiszen Tibit elvesztettük pár évvel ezelőtt, és ebből kifolyólag meg volt a nehézsége is, hogy hogyan tudom ezt az ő hiányát áthidalni, de hát valamennyire sikerült, mert pótolni ugye őt nem lehet, de sikerült ezt a hiányt azért áthidalni, és Norbi nagyon jó férj volt. Te hogy érezted magad a szerepben? Hát mindenek előtt a legjobban annak örültem volna, ha ez az eredeti felállásban zajlódik, de megtisztelő volt a felkérés, és egy, hát mit mondjak, nagyon csinos feleséget kaptam erre a kis időre is, úgyhogy én nagyon kellemesen éreztem magam. Izgultam nagyon, de jól éreztem magam. Tudom, hogy nagyon rossz voltam ma este. Bocsássatok meg nekem, de nagyon-nagyon nehéz napom volt ma. És úgy érzel, mintha nem lennék. Az rendben van. Végül is Charlie meg Júlia sincs itt. Jaj, milyen vicces! Tudod, tudsz, hogy milyen kis vicces dolgokat kitalálni? Nekem soha semmi vicces nem jött az eszembe. Megengedett, hogy fölálljak neked? Fölálljak is. Hozzak neked egy pohár italt. Miért úgy nézek ki, mint aki megszomjazott? Ki akar ezt bosszútálni, Glenn? Rajtad vagy rajtam? Jóval, Cassie, elég volt. Mire célzol egyetlenem? Tudod, te azt nagyon jól. Fésülj vissza szépen a hajad, és maradj nyugtól, jó? Glenn, itt helyette mire beszél? Azt hiszem, felmegyek, és lehozom Charlie pisztolyát. Cassie, kérd, hát mi mindannyian a... Barátok vagyunk? Azt gondoltam, hogy a teraszon talán kettesben leszek. Megbeszélhetnék. Örni, ha te ezt megteszed, én úgy leverem a derekadat, hogy jobban fogok. Állj, és te legyél! A névjegyem. Nagyon nehéz volt összeegyeztetni a próbaidőket. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az előadás az jó sikerült. Voltak benne némi nevű bakik, de hát ez szerintem mindegyik társulat előadásában benne van. Nagyon jól éreztük magunkat, teljes mértékig tetszett a többieknek az előadásmódja, és igazából az, hogy az övék tetszett, ezért mi próbáltuk fölvenni velük a ritmust. Miért kerestek fel minket, biztos urak? Elnézést, még be sem tartoztam. Bács, örmester vagyok, ő pedig a társam, Pádi örmester. Ez az ön házunkra? Nem, hogy én itt lakom el? Hogy ez az én ház? Nem. Itt ugye én nem itt lakom, én más. Máshoz. Én is. Már nem itt lakom, hanem máshoz. Elárulna az örmester úr, hogy mi járunk oda. Igen, miért? Nyugodjanak meg, rutin ellenőrzést tartok. Szeretném megtudni, kié ez a ház. Mi nagyon szívesen válaszolnák a kérdésére, de még nem árult el azt, hogy mi jár abban a minkát. Ön bizonyára ügyvéd. Igen. Na most mint ügyvéd tisztában van vele, hogy nem kötelességük válaszolni a kérdéseire. Mégis azt remélem, hogy lesz valaki, aki együttműködik vele, és elárulja a ház tulajdonságát. Charlie Brook! Beszélhetnék ezt, kérem, Mr. Brook. Hát persze, hogy jól éreztük benne magunkat. Ugyanolyan érzéseim voltak, mint akkor. Tehát nem változott az előadás szerinted? Nyilván, hogy változott, hiszen ez szándékos is volt, hogy azért 5 vagy 6 év alatt annyi rutint már magunkra szedtünk, hogy van, amin csiszolni is lehetett, illetve természetesen a két új szereplő miatt eleve volt változás. A pletykából ezúttal 2 előadás volt, de a társulat szeretne távolni is a darabbal.
Folytatjuk zeneóra sorozatunkat, melyben a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Ezúttal a zongora tanszakról tudhatnak meg többet nézőink. Közel 60 növendék ismerkedik a zeneiskolában ezzel a hangszerrel. A következő percekben néhányan közülük megmutatják, mit tanulnak egy-egy zeneórán, és mesélnek arról, hogy mit jelent számukra a zongora. Igazából bemelegítő gyakorlat lesz majd, általában a kisebbekkel mindig így kezdjük a bemelegítést. Ő már egy kicsit nagyobb, tehát ismerni fogja a gyakorlatokat. Először pattogtassunk nagyon puha mozdulatokkal lefele, azaz, engedd magasabbra egy picit. A léggömb azért is jó különösebben, mert lassabban mozog, és jobban meg tudja érezni a mozdulatokat, ez az. A szüleim döntöttek emellett, a hangszer mellett, de nagyon-nagyon jól döntöttek. 6 éves koromban kezdtem el zongorázni, de nem bántam meg sohasem. Tehát az alapfok során megerősített, egyre inkább tetszett ez a hangszer. Aztán a konziba volt egy olyan főtájtanárom, aki felnyitotta a szememet a művészet sokrétűségére, és ezáltal most már el sem tudnám képzelni nélkül az életemet. Jellemző egyébként, hogy diákoknak segítenek a szülők a döntésben, vagy esetleg rábeszélnek, főleg itt a zongora esetében? Én úgy gondolom, hogy igen, abszolút nagy szerepük van a szülőknek ebben. Szerintem ők ismerik leginkább a saját gyerekeiket, és ők tudják, hogy milyen képességekkel rendelkeznek. Hallottam olyat is szülőktől, hogy hát ő a zongorát nem tudná elképzelni, de egy egyszerűbb furuját például megpróbálnak. Tehát mindenképp a szülők segítenek ebben. Most váltsuk kéz háttal is pattogtást. Ez az. Oké, fog meg. Jó, és most fölfele is pattogtassuk, ahogy ez az. Gyere le a fejed magasságába. Így van, és nyújtott kézzel próbáld. Így van, és mutatunk még egy billentési gyakorlatot is, ami a zongorázáshoz lesz nagyon jó. Picit kérem. Amikor az egyes ujjainkkal fogjuk a lufit pattogtatni. Szoktunk skálázni, meg darabokat játszani, meg valamikor lufizunk is, meg négykezeseket is szoktunk néha. Aztán valamikor olyat játszunk, amit már régebb óta veszünk, valamikor meg olyat, amit meg akkor kezdtünk el. Melyiket szereted jobban? Hát, én igazából mindegyiket szeretem, csak az a lényeg, hogy zongora legyen. Tanári pálya gondolata nagyon érdekes, de elég korán kialakult bennem, szintén az alapfokú tanulmányaim alatt már, és ez konziba aztán megerősödött. Valószínűleg abból ered, hogy sokszor nekem diákként órán bizonyos szituációkban eszembe jutott, hogy én ezt hogy magyaráznám át másként a diákoknak, hogy adnám át. És valószínűleg ez lehetett a kezdet, és utána már egyértelmű volt, hogy ezen a pályán folytatom. Mi az a szemlélet, amit szem előtt tart az oktatásban? Elsősorban ez a pályaválasztásomkor is az volt a fő szempontom, hogy ne csak egy szakmát, egy foglalkozást válasszak magamnak, hanem olyan szakterületet, amit hivatásként tudok megélni. Tehát én arra helyezem a legnagyobb hangsúlyt, és azt tartom nagyon fontosnak, hogy mi itt ne csak oktassunk, hanem neveljünk is. És erre a zene tanári pálya egy nagyon jó lehetőség. Választottam ezt a hangszert, mert az anyáik is szerették volna, meg otthon volt is egy, és hogy azért már játszom rajta valaki, meg amúgy is nagyon szép a hangja. És nem bántad meg, hogy ezt választottad? Nem. De az óráknak melyik részét szereted a legjobban?
Mindegyike. A zongora tanszakon Falaki Né Piltman Erika, dr. Molnárné Szabó Dóra és Csatlós Krisztina foglalkozik a gyerekekkel, óraadóként pedig Fodor Brigitta és Pataki Eszter tanít, a korrepetítor Németh Vékes Erzsébet. A tanszaknak 63 növendéke van, egyikük Barkóczi Nóra, ő idén kezdett zongorázni, nagyon ügyes és lelkes. Sok családtag, ami zongorázott, és van otthon nekünk is. És miért szereted? Mert könnyű. Könnyű? Sokat gyakorolsz otthon? Igen. Mennyi az a sok? Fél óra naponta. És Erika néni milyen tanár szerinted? Kedves. Azt szokták mondani, hogy zongorázni mindenki meg tud tanulni, akinek van két keze, két lába. Nagyon speciális, nagyon jó hallás, mondjuk, mint mondjuk egy vonós hangszerhez, vagy egy jó, ideális szájtartás, mint egy fúvós hangszerhez nem kell, ugyebár. Le kell ülni, két kezét fölteszi, és rögtön egy kis dallamot tud produkálni, ha az ember egy picit segít neki. Igazándiból azt mondhatom, hogy nem árt, hogyha van egy kis esze, okos, felfogja, érti, és van egy kis lelke, amivel aztán hozzá tudja tenni a kis muzikalitását, de ezek mind fejleszthetőek a zenetanulás által, akármelyik hangszeren is. A zongora egy kicsit azért speciálisabb, mert egyszerre használja a két kezét különböző dolgokra. Szoktam a piciknek mondani, hogy kicsit úgy néz ki, mint egy autó vezetés, ugye mind a két kezét, mind a két lábát használja, és hogyha jól megtanul zongorázni, akkor autót is majd biztosan nagyon könnyedén fog majd vezetni. Tehát igen, ugyanolyan érzékenység kell nyilván hozzá, mint egy másik hangszerhez. Talán annyiból könnyebb, hogy mondom, ezek a specialitások azért nem kellenek hozzá. Jönnek is mondjuk szép számmal zongorázni a picik, tehát meg valahogy talán ezt így ilyen alapklasszikus hangszernek gondolják a szülők, hogy hát ezért zongora az egy alap, azt szokták mondani, megtanul zongorázni, és akkor aztán más hangszeren sokkal könnyebben megy esetleg, hogyha szeretne még valami másfajtát próbálni. Szerintem a zongora azért egy nagyon jó hangszer, mert mivel ez a legalapabb hangszer, ezért az összes zenetörténeti korszakon átívelted. Szinte minden zeneszerzőnek van zongora darabja, és így nagyon sokféle szint meg lehet ismerni, és ez a sokféleség az, ami engem inspirált, hogy zongorista legyek, és aztán az is maradjak, mert ugye amikor gimnáziumban megy az ember, akkor nagyon sokan abba hagyják, és ez nekem szívfájdalmam, mert én nem hagytam abba, és nekem nagyon jó lett így az identitáskeresésben az, hogy zenéltem. És nagyon megszerettem a zongorát is, és nem hagynám el semmiképpen sem. És milyen volt az itt töltött hány év is a Bartókban? Hát a Bartókban én 10 évet töltöttem, és nagyon élveztem, tehát nem is az iskola, nem is a gimnázium, hanem a Bartók a zeneiskola lett az én második otthonom, tehát én itt éreztem leginkább otthon magam, itt Erika néni tanítványaként, és nagyon sok lehetőséget kaptam mind versenyek tekintetében, tehát ezt sosem nyomadták úgy nagyon, de hogyha az ember szeretett volna egy célt találni, azt támogatták, és mehettem versenyekre is, illetve Erika néni még nagyon sokat vitt minket koncertekre, például Győrbe, és az is nagyon, nagyon sokat számított nekem. Thank you.
Egy délutánra felcserélődtek a férfi és női szerepek a Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjai között. Egy szoknya, egy nadrág című farsangi műsorukban a régi idők ismert filmzenéit, jeleneteit elevenítették fel. Így meseautóval kirándultak egy dunaparti csónakházba, ahol tölcsért csináltak a kezükből. A farsangi délután tombola sorsolással és mulatozással zárult. Évről évre hagyomány az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézményében, hogy karácsonykor és farsangkor műsorral lepik meg a meghívott vendégeket, szülőket és az intézmény dolgozóit. Idén a csoportban működő filmklub adta az ötletet, hogy a farsangi műsorban a magyar filmgyártás korai szakaszát idézzék fel. A csoportunkban működik egy filmklub, és nagyon sok szó esett a film, magyar filmgyártás, filmművészetről, és a néma filmidőszakról, a későbbi hangos filmről, mekkora szenzáció volt ez ebben az időben, és... Hát gondoltunk egy nagyot, és nagyon bátrak voltak az idén. Két fiúnak meg is köszöntük, hogy bevállalták, hogy akkor ez egy jó ötlet és jó alkalom arra, hogy ebben az évben felcseréljük a férfi és női jelmezeket és szerepeket, és hát nagy izgalommal várjuk most az eredményt. Hogy zajlott a próba? A próbák végig nagyon viccesek, humorosak, végül is a farsang a vidámságról szól, és szeretnénk most is megmutatni, hogy milyen kis zajos, vidám társaság vagyunk. Szeretjük a vidámságot, ez sokszor, sok esetben segít nekünk sokat. A vidámság, a humor, minden nap szinte ez fontos az életünkben. 3 hét volt a próbákra, a műsort és a jelmezeket is az ellátottak közösen állították össze. A korábbi előadásokból is mindig maradnak kellékek, ruhadarabok, amik aztán ihletet adnak az új műsor kitalálásánál. Egy-két jelmezt mindig egy-egy karaktert el is szoktunk tenni, tehát már azért szaporodnak a kalapok, szaporodnak a nőies dolgok, egy-egy remek világos zakó, megbecsüljük és félretesszük, és akkor ezeket szoktuk variálni, kombinálni, és akkor mindig rátalálunk valami egy-egy darabra, ami éppen ebben az évben valami mellé, akkor most egy picit más, izgalmas, és hát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy most ennek az Egy szoknya, egy nadrág című műsornak is megfeleljen. A rendezvényen Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, a volt véradó épületének átalakításával jövőre már egy új helyen rendezhetik meg a műsort. De amíg az épület elkészül, a szülőknek lehetőségük lesz betekinteni a munkálatokba. Hívni fogjuk Önöket majd egy szülői értekezletre, amit inkább munkaterületbejárásnak tekintsenek, és ott akkor a helyszínen meg fogják tapasztalni azt, hogy mennyi munkát végzett el a kivitelező addig az időpontig, a terveket megszemlélve azt is el tudják majd képzelni, hogy hogyan fog kinézni az a környezet, amit erre a feladatra szánunk. Úgyhogy én azt kérem Önöktől, hogy nagyon sokat nem kell várni, most már célegyenesen is túl vagyunk. Szorítsunk azért, hogy a kivitelezőnek ne legyen semmilyen váratlan akadálya, és akkor jövő év elejétől kezdődően szerintem egy olyan helyen, ami kifejezetten igénybe veszi az Önök igényeit, egy olyan, először olyan helyen a város történetében, hiszen mindig csak kényszer megoldásokat tudtunk eddig találni, először egy olyan helyen fog otthonra találni majd ez a közösség. A filmzenei kalandozások során meseautóval utaztak egy dunaparti csónakházba, ahol minden pénzüket elmulatták Kabos Gyula slágerére. A pénzemet én a mámon mind elmulatom, kabom, az ember borítom. De Hajmási Péter és Hajmási Pál kettőse mellett a műsor címadódala az Egy szoknya, egy nadrág is elhangzott. A farsang lesz most ugye nyilvánvaló, reméljük, hogy majd mindenkinek tetszeni fog, gyorsan kellett összerakni a jelmezeket. Hát én is kíváncsi voltam, milyen jelmezek lesznek, úgyhogy látszik, most ilyen gazdag úri nő leszek, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy fog nektek is tetszeni. A műsort két részre osztották, hiszen voltak, akik inkább egyéni produkcióval léptek fel, legyen ez akár ének vagy tánc. A műsor első felében van a filmzenéből, régi 30-as évek filmzenéből válogatás, de vannak, akik mindig egyéni ötlettel, elképzeléssel jönnek, őnekik ugyanúgy segítünk,
A műsor második felében ezek a fajta vidámabb, változatos műfajok kerülnek majd bemutatásra. Az egyéni produkció közt felcsendült a Tölcsért csinálok a kezemből című dal. Kis László Balázs és Farkas Ferenc igazi nyári hangulatot varázsolt az intézmény ebédlőjébe, a műsor pedig közös lambadázással ért véget. A farsangi ünnepség tombola sorsolással és zenével, tánccal zárult. Minden pénteken jelentkezik a Pápavárosi Televízió egyik állandó magazinja, programajánló. Ezen a héten és a következő hét nap, a hétvége és a jövő hét helyi rendezvényei közül válogatunk. A mozi ajánlat mellett ezúttal felolvasó estre, kézműves foglalkozásra és színházi előadásra invitáljuk Önöket. Jöjjenek az ajánlatok! A Pápavárosi Televízió programajánlójában ezúttal február 17-től szombattól 23-áig péntekig ajánlunk Önöknek helyi rendezvényeket. Február 17-én szombaton a Jókai Morvárosi Könyvtárba várják a gyerekeket tavaszváró kézműves foglalkozásra. A foglalkozást Szabó Rita vezeti, a részvétel ingyenes, a gyerekek pedig a kreatívkodás mellett a könyvek között is válogathatnak. Február 17-én szombaton 15 órakor a komédiás bérletben, 19 órakor pedig bérleten kívüli előadáson látható a Veszprémi Petőfi Színház Bob Herceg című operettje. A darab főszerepeiben Kállai Bori érdemes művészt és Dósa Mátyást láthatja a közönség. Az előadásra jegyek korlátozott számban még válthatók a JMSK jegypénztárában. Újra felolvasó estet szerveznek Vas Albert műveiből. A Hétcsillag Kulturális Hagyományőrző Egyesület 8. alkalommal szervezi meg a programot, melynek helyszíne ezúttal a 8. utcai, nekünk 8 szórakozó hely lesz. A programon lehetőség lesz támogatni az erdélyi Holtmarosi Gyermekotthont is. A Vas Albert felolvasó est időpontja február 23-a péntek 18 óra. A rendezvényen az Allegro Ami népzenekara és a Tánclánc Ami néptáncosai működnek közre. A Deák Ferenc utcai Petőfi moziban a következő hét napban is több filmet vetítenek. Látható lesz többek között a Szabadság 50 árnyalata című romantikus film, a Fekete Párduc című fantasy, vagy a Valami Amerika 3 című magyar filmvígjáték. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Nem lépnél oda egy kicsit? El fogok késni. Nem tudunk bekísérni, kicsi. Viktorban fén van. Jó utat. Köszi. Te mit keresel itt? Én itt lakom. Meg fogsz lepődni, de én is. Tegnap este óta várnak. Más dolgom van. Nincs más dolgod. Legalább ne a gyerek szobában. Alex itt van. Ez nem lehet igaz. Kurva életbe. Egy kicsit elbeszélgetünk vele. Mégis csak egy jó törő 20 millát. Szerintem Alex nem fog eljönni, főnök. Majd eljött a más. Egy percetek van, hogy elmondjátok, hol van a bázeli vörös. Hát a Bázelben? Maguk kik? Bárhely János vagyok, ők pedig a testvéreim. Le vannak tartóztatva. Csűnös. Korongozgat? Csinálom a köcsögöket. A bázeli vörös a világ egyik legértékesebb mélyege. Alex Blumberg azt mondja, hogy ellopták tőle. Dr. Bárány Olga ügyvéd. Utána nézhetek az ügyüknek, ha szeretnék. Valaki beszélni akar vele. És ha mi nem akarunk. Egyszer letéptem egy faszi, mind a 10 körmét. Na, azt tudod sikítani. Ez a lábad? Azt hittem valami farönk. Hogy van? Jaj, doktor úr, végre, hogy itt van. Nem tudja, mi a wifi kód. A Petőfi Filmszínház részletes műsorairól a Petőfi Mozi Pápa Facebook oldalán vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak.